Köszöntöm a nézőket! Hamarosan okosbusz gyárthat az Ikarusz, és egy éven belül elkészülhet az első prototípus. Vendégeim itt a stúdióban, a köztérben. Tankó Zoltán, az Ikarusz Járműtechnika Kft. Ügyvezetője, köszöntöm a stúdióban, és Mór Gyula fejlesztési főmérnök, köszöntöm a stúdióban. Hát így elmondtam az elején, hogy okos busz készülhet az Ikaruszban. Mitől is okos egy ilyen busz? Azért felvetődik ez a kérdés. Ez egy több rétegű kérdés. Ugye elektromos meghajtású buszt fogunk gyártani, amelyik ráadásul még okos is. Az okossággal kezdeném, hogyha ezt kérdezte. Az okosság az azt jelenti, hogy olyan buszt próbálunk összeállítani, amelyik a lehető legjobban megfelel az üzemeltető és a lakosság, a felhasználók igényeinek. Az üzemeltető ugye azt szeretné tudni, hogy mikor mennyi töltést kell belevinni ebbe a buszba, mennyi ideig tud menni még az akkumulátorával, van-e esetleg valamilyen hibás alkatrész a buszon, amit ki kell majd cserélni, hogyha visszamegy a műhelybe, és így tovább, és így tovább. Ezeket a tudásokat, ezeket az információkat a busz tudja ma is, többségében, nem mindig, de többségében tudja. Mi ezt most megpróbáljuk olyanná tenni, hogy a felhasználók, tehát az üzemeltető ezt real-time-ban, tehát azonnali időben, vagy pedig este, mikor beérkezik a busz, megtudhassa. Egy ilyen fejlesztési projektbe kezdtünk bele. Ez egy GINOP által finanszírozott Európai Uniós támogatású projekt, amelyiket a Óbudai Egyetemmel közösen hajtunk végre. Magának az informatikai rendszernek a fejlesztése az nem az Ikarusznak a része, hanem a Óbudai Egyetemé, tekintettel arra, hogy az Ikarusz egy autóbuszgyártó, és mi megcsináljuk minden egyebet, kivéve ezt az informatikai rendszert, de egy közös termék fog létrejönni. Hogyan kezdődött egyébként a kapcsolat, így az Óbudai Egyetem és önök között, már régebbi ez a kapcsolat? Tehát máskor is kérték már a segítségüket tervezésnél? Voltak együttműködések már korábban is, ebben a kérdésben pedig egy nagyon közös egy közös ötlet alapján született meg ez a dolog. Most már több mint másfél éve indult el ez a közös gondolat, aminek az eredménye az, hogy most kezdődött meg néhány hónappal ezelőtt a közös munka is. Igen, és ugye Európai Uniós forrásból valósul meg, elég nagy ez az összeg, és ha jól tudom, akkor a Járműtechnika Kft.-nek is kellett azért bizonyos tőkével rendelkezni ehhez. Hát hogyne, ez egy összességében több mint másfél milliárd forintos fejlesztési beruházás, tehát mindenestül, amihez 840 millió forint támogatást kap az Óbudai Egyetem meg a Ikarusz Járműtechnika közösen. Az egyetem kap 209-et, mi a többit. Mit lehet egyébként most tudni, hogy most hol tart ez az egész? Ugye egy éven belül azért el fog készülni ez a prototípus, ha jól tudom. A projekt maga az egy 2,5, majdnem 3 éves projekt, tehát ez nem egy éves projekt, tehát ez egy folyamatosan fog ezt kialakulni. Az első prototípussal reményeink szerint jövőre meg fogunk tudni jelenni, ilyen október tájékán már az utcán is, vagy hát nem, még nem engedélyezve, de már úgy, hogy gurulni tud a jármű. Ezen dolgozunk. Maga az okosság kifejlesztése meg egy folyamatos munka lesz, tehát nem egyik pillanatról a másikat fog ez elindulni, hanem egyes funkciókat már hamarabb, későbbiekben a többi funkciót fogjuk kifejleszteni. Egyébként ezt az okosságot ezt nem csak erre a járműre tervezzük kiterjeszteni, vagy megcsinálni, hanem ez innentől kezdve egy közös tulajdonú know-how-ként az Ikarusz többi járművére is bevezetésre kerülhet. Most ugye a beszélgetésünk apropója azért az okos busz volt, de ha jól tudom, akkor azért vannak új híreik, sőt nagy híreik így a nézők számára. Igen, ezt a részét átadom Gyulának erre a választ azért, mert ő volt a szervezője és kivitelezője annak, hogy van egy típusengedélyezett elektromos buszunk. Hát ugye amikor elindult a fejlesztés egy jó másfél évvel ezelőtt, itt ugye az már akkor az volt a célkitűzés, hogy értelemszerűen azért dolgozunk, hogy ez a jármű ez forgalomba legyen helyezhető. Viszont a sajátosságaiból adódóan a teljes fejlesztési és minősítési folyamatot végig kellett csinálni a korábbi gyártmányainkkal ellentétesen, ahol ugye vásároltunk egy járóképes, vizsgáztatott alvázat, amire mi felépítményt készítettünk. Ez most olyan értelemben terjedt, vagy teljesedett ki ez a folyamat, hogy mindent, tehát nullától a forgalomba helyezésig, vagy az autóbusz indításig, ugye mindent végig kellett csinálni, és minősíteni is kellett ezt a járművet. Tehát
tavaly valamikor, így októberben indult el a vizsgálatsorozat, és hát gyakorlatilag majdnem egy évig tartott. Van az EK-nak egy 2007-ben 46 számú rendelete, ami ezekben a közforgalmú járművekre is vonatkozik. Tehát ennek a rendelet minden pontjának meg kellett, hogy feleljünk. Hogy ez több tucat vizsgálati jegyzőkönyvet jelentett, amit akkreditált intézménnyel kellett végrehajtatni, és amikor ez a jegyzőkönyv együttes összeállt, akkor fordulhattunk a Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, hogy a forgalombeállítási engedélyt ezeknek a vizsgálatoknak alapján, és pozitív eredményű vizsgálatok alapján megkapjuk. Hát ez hétfőn került a kezünkbe ez az engedély, úgyhogy nagy főlélegzés volt. Magyarországon egyébként ez szükséges? Tehát ez mindenképpen kell ahhoz, hogy elektromos buszokat gyártsanak? Hát igazándiból minden jármű forgalomba állításához ez az engedélyeztetési folyamat, ez elengedhetetlen, tehát ezt muszáj végigcsinálni. Hogyha importjárműről van szó, hogy akkor az importőrnek kell végigcsináltatni, hogyha saját gyártásról van szó, hát akkor meg a gyártó viszi ez véghez, de nagyjából a menetrendje ugyanaz neki. Tehát a típusra vonatkozó vizsgálatokat, a féknek a vizsgálatait, a zajvizsgálatokat, hát csak a jelentősebbeket mondjam, tehát ezeket végig kell csinálni minden járműnél. Hát egy ilyen közforgalmú járműnél, ahol meg sok ember szállítanak, hát ugye meg különösen fontos. Nagyon kedvesek voltak, mert beengedtek bennünket a kamerával, és ott jártunk önöknél, és megnézhettük tényleg a buszok születését így egészen azt gondolom a kezdetektől. Sokfajta busz gyártanak, hogyha mondhatom így. Mi a helyzet? Ugye évekkel ezelőtt indultak újra, és akkor ugye honvédség buszai gyártották. Ez most hol tart ez a honvédségi buszgyártás? A mostani gyártási sorozat, ami most éppen készül, ez ebből a fajta típusból a 150. körüli darabszámnál tartunk, ami egy jó szám már, tehát ez már egy komoly sorozatnak tekinthető, és hát óriási tapasztalattal rendelkező kollégákkal elképesztően jó minőségben és gyorsan tudjuk ezt most már gyártani. Nagyon büszkék vagyunk egyébként arra, hogy sikerült újraindítani az Ikarusban a sorozatgyártást, és ez már tipikusan a sorozatgyártásnak. Nem akkor a sorozatok, mint a régi Ikarusban volt, nyilvánvalóan, odáig nem fogunk tudni eljutni, teljesen más a világ. Itt nem lehet napi 30 darab busz gyártani, már manapság senki nem gyárt Európában ennyit. De sorozatgyártás van, és büszkék vagyunk rá, és a kollégákra, akik ezt össze tudták rakni, hogy ez újra elinduljon. Mit lehet egyébként tudni, hogy annak idején, tehát néhány évvel ezelőtt, amikor újraindult, akkor hány fővel dolgoztak, most hány fő dolgozik önöknél? Én akkor még nem voltam ott. Hát akkor a járműtechnikának a teljes személyállománya nem volt 40 fő egészen. És most? Jelen állapotban olyan 160 és 180 között. És ugye mondta, hogy most nem napi 30 buszok készülnek, de hogy... Így nagyjából tudjuk, én is tőnyem, én, aki nem értek nagyon ehhez nyilván a buszgyártáshoz, de hogy a nézők is tudják, hogy körülbelül mennyi idő alatt születik meg egy busz? Hát az egy két részből áll. Van egy tervezési fázisa a busznak, de a tervezési fázis az két-két és fél év. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hirtelen kell egy busz, az a hirtelen az két és fél év múlva lesz. Ez sajnos tudomásul kell venni, és ezért is tartunk ott, ahol tartunk, 16-ban elindított fejlesztési folyamat révén, most már van kettő darab olyan típusú buszunk, amelyiket ki tudunk vinni a forgalomba és el tudunk adni. Maga a buszgyártási folyamat az attól függ, hogy milyen tempóra van szükség, de nagyságrendileg egy olyan 16-18 hét alatt meg lehet csinálni a katonai buszokat, egy picivel hosszabb ennél az elektromos buszoknak a gyártása. Ugye amikor ott voltunk, akkor ön mondta, vagy mesélte nekem, hogy itt tényleg az egészen pici dolgokból születnek, ugye, hát, vagy születik meg a busz. Mondjuk egy elektromos busz esetében ez hogyan történik, vagy mit kell tudnunk, hogy mi minden érkezik mondjuk beszállítótól azért az elektromos buszokhoz? Hát ugye az elektromos autóbusz azért is speciális termék a számunkra,
Mert, hogy mondtam, tehát itt a nulláról indulunk. Tehát amikor az első zárt szervint ledaraboljuk, vagy az első lemezalkatrészt meghajlítjuk, tehát innen kezdődik a folyamat. És ez azt jelenti, hogy az összes beépülő alkatrészt nézzük, és akkor ebbe a motor, a futómű is egy darabnak számít a maga komplexitásával. Tehát az azt jelenti, hogy olyan 2200-2600 alkatrészt kell ebbe az autóbuszba összerakni. Ugye ezek az autóbuszok, már az elektromos autóbuszok ugye akkumulátorokkal vannak felszerelve. Ezeket hol helyezik el a buszon? Készítettünk olyan képeket is, vagy felvételeket, amire azért lehet látni, hogy ezek kicsit másabbul néznek ki ezek a buszok. Hol vannak ezek az akkumulátorok elhelyezve a buszon belül? Hát a tetőre helyezünk el akkumulátorokat. Az autóbusznak a hátfala a környezetében, és az első daraboknál, még az első tengely mögött is volt akkumulátor elhelyezve, aztán ebbe egy kis módosítást hajtottunk végre, ezek az első tengely mögötti akkumulátorok, ezek fölkerültek a tetőre. Mennyit tudnak menni ezek a buszok ezekkel az akkumulátorokkal, vagy milyen sűrűn kell tölteni ezeket az akkumulátorokat, vagy hogyan kell ezt elképzeljük? Az akkumulátorok azok, ez a busz arra van kitalálva, hogy egész nap járjon és éjszaka töltsük. Tehát ez egy olyan 250-260 kilométer tud elmenni egy busz, úgy, hogy ebben közben légkondicionálást vagy fűtést is használ. Tehát ha enélkül menne, 300 fölött menne bőven a busz. A 250 kilométer az többségében városi közlekedésben elegendő. Még egy Budapest méretben is, és kisebb városokban meg teljesen egyértelműen elegendő a napi kilométer futásban. Úgyhogy ezt tudom mondani az akkumulátorokról. Egyébként szükség szerint bővíthető is, csak nehezek ezek az akkumulátorok, tehát azért nem nagyon teszünk föl többet. Lehetne több, de akkor kevesebb utas mehetne a buszon. Most mit lehet tudni így a buszokról, hogy mennyi elektromos busz készül önöknél, vagy a Honvédségét azt már nagyjából azért elmondta? Jelen pillanatban sorozatgyártásban van már 40 darab. Pontosabban 44, mert az elejére csináltunk egy null sorozatot. 40 darab van sorozatgyártásban, és tervezik a jövő évben ennek a bővítését nyilvánvalóan, de hát még a 40-nél nem tartunk a végénél. Ebből 20 váz készen van. Tehát a váz szerkezete már készen van, és az elektromos szerelést várja ez a 20 darab busz már. Az mit jelenti, az elektromos szerelést várja, hogy még az alkatrészek azok megérkeztek? Megérkeztek a múlt héten, úgyhogy ezt várta, hogy megérkezzenek az alkatrészek. A múlt héten megjöttek, a vámolás is befejeződött, az utolsó doboz az tegnap lett levámolva, tehát most már szerelhetővé válnak ezek a járművek rövidesen. Nem tudom, hogy ezt így el lehetem mondani, de hogy honnan szerzik be ezeket az alkatrészeket? Hogyan lehet találni egy fórumot arra, hogy a legjobb alkatrészeket, a legjobb akkumulátorokat szerezzék meg az elektromos buszokhoz? Ez egyik nagyon kritikus kérdése a buszgyártásnak, mint minden egyes gépészeti terméknél, az, hogy milyen minőségű alkatrészből építünk, ez határozza meg aztán a végső minőséget. Tehát úcskából nem lehet. Mi arra törekedtünk, hogy maximálisan azt a minőséget, amelyik európai piacra megfelelő minőség szerezzük be bárhol. Ezeket a buszokat, ezt nem említettem még, de nagyon fontos mondani, nem kifejezetten a magyar piacra terveztük, hanem Európa nyugati részére is, tehát versenyképesnek kell lennünk egy MAN-nel vagy egy Mercedes-szel ezekkel a buszokkal. Tehát ilyen minőséget szerzünk be. Ennek következtében a termékeink, a beszerzett termékek az többsége az európai beszállítótól származik, mégpedig a minősített beszállítóktól, akik olyanok, akik ezeknek az előbb említett óriásoknak is beszállítói. De akkumulátort nem lehet máshonnan beszerezni pillanatnyilag, mint Kínából, tehát onnan szereztük be az elektromos rendszernek egy pár részét. Egyszerűen fizikailag nincs máshol akkumulátor, az ilyen kis gyártóknak, mint mi. Mondta egyébként, hogy már 40 ugye sorozatgyártásban van, abból már el is készült jó pár darab, és az előbb is említette így, hogy nem kifejezetten a hazai piacra készítik ezeket a buszokat. Hogyan történnek a megrendelések, vagy hogyan tudják megmutatni önök magukat mások számára? Hát ez egy nagyon érdekes, szintén nagyon izgalmas kérdés, és erről most a következő fél órában simán tudnék beszélgetni, de röviden összefoglalva a lényeg az, hogy kialakítottunk ügynöki
hálózatot már, van német nyelvterületen, Ausztriában, Svájcban és Németországban ügynökünk, akivel együtt dolgozunk napi szinten, van Bulgáriában, Romániában és Törökországban is már, tehát a nemzetközi terjeszkedést ilyen szinten megkezdtük. Kétfajta megoldás van, ha állami beszerzés van az adott országban, és ez Magyarországra is igaz, ha állami beszerzés van, akkor közbeszerzési eljárás keretében adunk ajánlatot. Erre van példa, pillanatnyilag Bulgáriában több tenderen is már adott, beadott ajánlataink vannak. Németországban pedig rengeteg kis szolgáltató van, akik városokat szolgálnak ki, egy-egy várost, egy-egy önálló kis cég szolgál ki. Ezeknek teljesen másképpen adunk el ezeket, meghívjuk, elvisszük hozzá a járművet, bemutatót tartunk, és személyesen keressük meg, hát nyilván az ügynökünknek a segítségével ezeket a cégeket. Ilyen volt bemutatóként, egy dízelbuszt vittünk ki nyáron Németországba, és sikeresen el is adtuk azt a darabot most már, úgyhogy elindulnak ezek a dolgok. Ugye a típusengedély megvárása szükséges volt ahhoz, hogy konkrétan tudjunk kivinni bemutatójárművet. A következő néhány hónap erről fog szólni, hogy megyünk városról városra Németországban, Ausztriában is, és értékesítjük ezeket. Egyébként azt is kell akkor így érteni, vagy gondolni, hogy ez a prototípus, amiket ilyenkor bemutatnak, csak ezt gyártják, vagy esetleg a megrendelő az változtathat azon, hogy mi minden kerül bele a buszba? Hát igazándiból csak visszatérnék erről a típusbizonyítványra. Ez azért fontos kérdés, mert el a következő lépés az lesz, hogy vevőre fogjuk szabni ezeket az autóbuszokat. Tehát bizonyos módosításokat végrehajtunk, és az engedélyeztetést azokra is kiterjesztjük. Tehát amikor itt valaki megjelenik azzal az igénnyel, hogy ő más üléselrendezést szeretne erre az autóbuszra, vagy más légkondicionáló berendezést, tehát hogy akkor ezek a lehetőségek legalább kínálati szinten meglegyenek. Tehát azt egyelőre nem akarjuk bevállalni, hogy ide jön valaki, és akkor főegységről főegységre ő specifikálja nekünk a járművet. Mert ugye akkor az azt jelenti, hogy újra tervezünk, újra gyártunk, aztán akkor sose lesz vége a dolognak. Tehát a kínálati oldalt le kell korlátozni, de azaz nem azt jelenti, hogy csak ezt kapott, barátom. Most lássuk is itt egyébként a képeket ezekről a buszokról. Ugye csuklós buszokat is gyártanak, nem csak nem tudom, minek mondják ezt az egyszerűen. Fogunk gyártani. Még nem gyártunk csuklós buszt, de tervezzük. A tervező asztalon van már, és amikről beszéltünk, az okos busz, az első okos buszunk a csuklós busz lesz. Akkor bocsánat, én akkor rosszul emlékeztem, én valahogy úgy emlékeztem, még nem. Már van. Beszéltünk róla, de nem gyártjuk még. Igen, és akkor ugye mondta, hogy nem lehet mindenkinek ugye beleszólni egymit. De hogy mondjuk így azért a termékeket, azokat azért változtathatják. Nem, amikor az ülésekre gondolok. Tehát, hogy az milyen minőség, hogy az mondjuk török, vagy nem tudom milyen legyen, akkor ebben azért tök dönthetnek. Igen. Tehát, igen. Pontosan ezt mondta Gyula is, hogy az ilyen változtatásokat, ezeket abszolút támogatjuk, sőt, várjuk, hogy az ügyfél pontosan megmondja, hogy mi legyen, mert akkor azt fogjuk beépíteni. Azt viszont, hogy milyen futóművet kér, azt nem tudjuk elfogadni, mint ötletet, mert a futómű az megvan. Ez a különbség. Ugye mondtuk ezt a 40 buszt, hogy ez már sorozatgyártásban van, ezekre már mind van megrendelő, vagy ezekről mit lehet tudni? Nincs még ezekre megrendelő, legalábbis többségére nincsen még megrendelő. Dolgozunk azon, hogy legyen, de egy olyan döntést hozott itt a tulajdonosi kör, hogy megfinanszírozza ezt a 40 darab buszt azért, hogy meg tudjuk mutatni a világnak, hogy egyrészt azt, hogy valóban sorozatban gyártunk Székesfehérváron elektromos buszokat, és hogy be tudjuk mutatni az ügyfeleknek, hogy ezt a típusú buszt tudod venni, ez az 5 darab kész van így, ahogy van, az összes többiben még változtathatsz, hogy milyen típusú légkondit szeretnél, milyen típusú ülés szeretnél, esetleg a sofőrülésben másfajtát akarsz. Ezek a lehetőségek. Mi a helyzet egyébként itt az országon belül? Hogyan képzelik el a jövőt így, mondjuk az eladás szempontjából? Hát nagyon reménykedünk benne, hogy rövidesen lesznek már elektromos buszra vonatkozó pályázati felhívások. Jelen pillanatban fut Magyarországon a zöld busz mintaprojekt,
amelyiknek az első darabjainak az üzembejezés, első buszok, amiket még nem bírítunk, mert többen is indulnak ezen az Zöldbusz mintaprojekten, már elindult. Mi novemberben tervezzük, november vége felé tervezzük azt, hogy Székesfehérváron meg fogunk jelenni a Zöldbusz mintaprojekt keretében járművel, és ezen minden reményünk szerint utasokat is fogunk tudni szállítani. Ez azt jelenti, hogy akkor néhány hónapon belül már itt tényleg láthatjuk az Ikarus buszt, hogy a városban közlekedik? Konkrétan ez 6-7 múlva. 6-7 múlva. És egy busz, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Most egy, ez egy, igen. Ez még egyelőre nem megvásárolt busz a város részéről, hanem ezt kölcsön adjuk, ezt a buszt, hogy lehessen tesztelni, lehessen megnézni, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Igen, az is lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy itt a várossal akkor milyen a kapcsolat, vagy hogyan látják önök, hogy akkor ezek szerint a próba után akkor még elképzelhető, hogy több busz is megjelenik. Hát mi mindenképpen ezen dolgozunk, és tudomásom szerint a városnak is van erre vonatkozóan programja. Erre én nem tudok nyilatkozni, mert konkrét információm nincsen róla, de a beszélgetések alapján az derül, hogy terveznek valamit, úgyhogy remélhetőleg ez nem lesz túl sokára. Készen állunk arra, hogy nyertes pályázatot tudjunk adni egy városi tenderre. És hát nyilván ez is már akkor így a tervek része, de hogy még milyen terveik vannak a jövőben, mert azért ahogy picit megismertem önöket, azt látom, hogy folyamatosan mozognak a fejlesztés környékén a gondolatok. Az első komoly terv ez a csuklós okosbusz megjelenése, minél hamarabb, és ennek a beszélgetés elején emlegetett pályázatnak a keretében ki fogunk fejleszteni még alvázakat is. Ami azt jelenti, hogy egy olyan termékkel akarunk megjelenni a piacon, majd amelyikre az alvázat mi készítjük, elektromos járműnek az alvázát, mi készítjük, hogy azt más buszgyártók, akik felépítményt építenek rá, tudják használni, mint alapterméket. Itt előbb említette Gyula azt, hogy a katonai buszokat úgy készítjük, hogy Volvótól veszünk alvázat és fölépítményt teszünk rá. Na, mi szeretnénk elektromosban olyanok lenni, mint a Volvo a dízelben. Tehát, hogy egy ilyen jellegű képességet bevinni ez egy nehéz feladat egyébként ezt megcsinálni, tehát ez nem egy egyértelmű feladat, ezért is erre a pályázat keretében vállalkoztunk, és amikor mondtam, hogy 1,5 milliárdos fejlesztési projekt, hát nagyon kevés magyarországi cég csinál 1,5 milliárdos fejlesztési projekteket, mi bevállaltuk ezt, úgyhogy ez egy kemény dolog lesz, de meg fogjuk csinálni, ez nem kérdés. És az előbb említettem, hogy majdnem 3 év a futamideje, 2,5 évnél kicsit több a futamideje a projektnek. Ez ezért van, mert a csuklós busz az csak az első lépés, utána szépen levágjuk róla az alvázat, idézőjelbe téve, és csinálunk előre egy csuklós alvázat, és utána megcsináljuk, hogy lesz 12 méteres alvázba is. És ezek már nagyon okosak lesznek, nem csak alvázak lesznek. És akkor lehet azt mondani majd, hogy akkor a világnak tudnak ilyet gyártani. Igen, tehát belépünk egy másik fajta piacra, amelyiknek a piacnak a vevői nem az önkormányzatok vagy a busztársaságok, hanem a másik gyártó, aki egyelőre még konkurenciaként jelenik meg nekünk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak, és egy kicsit jobban belepillanthattunk így a buszgyártásba, mert nekem tényleg egy nagyon jó élmény volt ott lenni önöknél, és megnézni, hogy mi minden kell ahhoz, hogy aztán megszülessen egy busz. Én nagyon köszönöm, köszönjük mi is, és azt köszönöm, hogy Székesfehérvárnak meg tudják mutatni, hogy valóban van újra Ikarusz. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. A köztérben, az Ikarusz buszgyártásban mélyülhettek el egy kicsit jobban, és megismerhették azt, hogy bizony itt készülnek majd okos buszok is a székesfehérvári Ikarusz gyárban. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!